becsült halandó, amíg élek. Szavaim halandó becsét. Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. Két ember közt a legrövidebb út az egyenes beszéd. Milyen fesztelenek ezek a színészek. Csak úgy feltűrt ingújjal, hogy át tudják ők élni az életünket. Soha tökéletesebb csókot, mint a színészekét a harmadik felvonásban, mikor kezdenek tisztázódni az érzelmek. Olajtól foltosan, valódi sapkákban, különféle tisztségeket betöltve járnak ki és be, s a végszavak úgy csúsznak a talpuk alá, mint holmi futószőnyegek. Színpadi haláluk olyan természetes, hogy tökéletességéhez képest a temetőbeli igazi halottak, az egyszer s mindenkorra tragikus fintorba merevettek, mintha mozognának. Mi meg az egyetlen életre ítéltettek, még ezt az egyet se tudjuk átélni. Össze-vissza beszélünk, vagy évekig hallgatunk, kínosan és bambán, és azt se tudjuk, mi a fenét csináljunk a kezeinkkel. Mindnyájan oly folyékonyan beszélünk immár. Épp ideje, hogy valaki dadogni kezdjen. Sietni, 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 senki se várhat, senki se vár, engem se vártatok meg, nélkülem gyártottatok atombombát, antibiotikumot, ekrazitot, rádiót, gőzmozdony, guillotint, amforát, kőbaltát, s nekem csak az maradt, hogy jobban gondoskodjam azokról, akiket én nem várhatok meg. S ha már itt tartunk, mit is tehet a költő? Teleírhatja csillagokkal a mennyboltot, míg alusznak a csillagászok. Teleírhatja rózsákkal a kertet, míg alszik a május. Teleírhatja reménységgel, teleírhatja hajnallal az éjszakát, míg alusznak az emberek. Ez az éjszaka hány ezredik, hány ezer másodperc van reggelig, hány ezren gondolnak értem, velem. Miért sebez, ha pajzs a szerelem? Pajzsom ellen miért nincs fegyverem? Szeretnék élni 2000-ig. Békét a csönddel kötni ki tud. Álmod már álmom, ne csak aludd, csecsemő bolygó. Merre sodor az idő? Eljutok oda, ahol az anyag létformája, a mosoly. Kell cselekedni, helyeselni vagy tiltakozni, akkor is, ha az eredmény, helyesebben az eredménytelenség előre kiszámítható. Voltaire állítólag a lisszaboni földrengés ellen is tiltakozott, jelezve, hogy az önkénybe még a természetébe is csak belepusztulni szabad, nem belenyugodni. És ez nem hóbort, rögeszme, hanem lelki torna, hogy a munka, család és társadalom terhei alá engedelmesen odagörnyedő ember végképp el ne feledje természetes testtartása az egyenes gerinc és az emelt fő. Én soha nem valami mellé álltam. Én mindig valami ellen álltam. Ez az én konstruktivizmusom. Én már nyugodtan jöttem e helyre. Gyerekként ringattam a készen kapott jókat, s azt hittem, a tiszta levegőért mind, akik élnek, vérükkel harcoltak. De semmi sem örök. Kígyóhagyma keserű illata szólt rám, szigorú józansággal telve, s kigyúltak a gondolat lármafái bennem. Bámuló kölyökből tüzes kamasz lettem, meghordoztam agyamban földet, embert, mindent, lássuk, kit lehet szeretni, kivel fogjuk tartani vállunk. Bőgésre kellett verjem barátomat, mert félt, s eladta gyáván barátságunk. Hát ez az,
ezért feszülnek izmok, inak, ha kell megszakadásig bennem. Kezdem tudni, mivé kell lennem, s gyűlölöm azt, ki hitet vesztett, mert ugye nem kétes, de nehéz a kezdet, és süllyedni kezd a szemétbe, sárba, pénzbe, közönybe, maganyugtatásba, amint rossz kocsmában vagy jó szobában este csak saját másnapját várja dideregve, és autóbuszon, és utcán, és vonatban, tán ott ülnek veled egy széken, egy padban. Hát megtapostam, barátom. Jól tettem. Éber lármafák lobognak bennem, mert nem vagyok-e korban puszta vendég. A tisztuló harcban kimértem helyem, s ha egyszer, csak percig is lemondó lennék, vagy kékülne ajkam, mint aki megretten, kiállst, ki szép apám igazmondó lelke, hogy mit kellett volna, aljasul, nem tettem. Egy járhatatlan erdő, egy megkerülhetetlen szakadék, egy hajózhatatlan tenger, rajtam keresztül hozzád vezet, kitalálom, ha nincs, s rajtad keresztül magamhoz visszatévedek. Egy járhatatlan erdő, egy megkerülhetetlen szakadék, egy hajózhatatlan tenger, rajtad keresztül hozzám vezet, kitalálom, ha nincs, és rajtam keresztül magadhoz visszatéved. Kitalálod, ha nincs, és rajtam keresztül magadhoz visszatéved. Hogyan írjunk verset? Első paragrafus. Egyedem, vegyedem, tenger, tánc. Második paragrafus. Hajdú sógor, mit kívánsz? Harmadik paragrafus. A. Azt instállom, esedezem, óhajtom, kívánom, kérem, követelem, parancsolom, hogy érthető legyen a betyár nem jóját. B. Azt instálom, esedezem, óhajtom, kívánom, kérem, követelem, parancsolom, hogy jó legyen a nem jóját a betyárnak. Színvonalas, európai és ázsiai, afrikai, amerikai, ausztráliai, antarktiszi. A jó vers már azelőtt közöl valamit, mielőtt az értelemig elhatolna, mondá Eliot. Könnyű volt neki? Vagy nem is? Ja igen, és ne csak európai, satöbbi, hanem Csíkszent Jehovai is legyen. Negyedik paragrafus. A. Persze, 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 jó legyen, hogyne, de érthető, a betyár nem jóját. Máma is, mint régen, csüng a hold az égen. Ó, csodásan nagy dolog, hogy magára gondolok. Alszik már a TS, álmából fölérez, bájvarázsok meglelik, ó, beboldog reggelig. Mi az, hogy Eliot? Angolul még olvasni is nehéz, nemhogy írni. B. Nolám, 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 ezt már ismerjük. Voilà, messieurs! Addig verem nagysád, amíg hű lesz, amíg hozzám csupa báj és bű, úgy elverem, hogy a teste kék lesz, avagy pedig zöld, miként a fű. Mi az, hogy érthető? Mindent érteni kell? Igen, csak a kiinduló pontra vigyázzunk. Az ismeretlent megközelíthetjük az ismeretek, de a lehetőségek felől is. A lehetőségek némi bátorságot és képzelő erőt igényelnek. Innen nyílik az érthetőség visszaútja. Ötödik paragrafus A. Nolám, 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 ezt is ismerjük. Isten úgyse. Piros gömbökből pirkadó hajnali gyékényszatyrok fohásza. Hol itt a valóság? Valóság ábrázolás. B. Ad egy piros gömbök. A bűvös szó következik. Modernség. Csak hogy modernség és marhasság közé ne tegyünk egyenlőségjelet. Modernül is lehet gondolkodni. Lásd Shakespeare-t. Ad kettő valóság. A borféle atommodellt senki sem látta a valóságban, tehát nem létezik. S a modell nem valóságábrázolás?
6. paragrafus. Hajdúsógor, mit kívánsz? 7. paragrafus. Egyedem, begyedem, tenger, tánc. Advocatus diaboli. Pihegve jő. Verd csak a gépet, nyavajás, aki vagy! Nem kell ennek, uraim, se mágia, se bitó, se forró olaj, se spanyol csizma. Ez különben nemzetközi szabadalom, akár csak az inkvizíció. Testvéreim a Krisztusban és a sátánban, főleg mindkettőben egyszerre, hogy megkavarjuk a delikvenst. Imprimis, úgy is tudja, hogy meg fog dögleni előbb-utóbb, ne tudjon hát fix dátumot. Itt a Tanátos Rádió, pontos időjelzést adunk. 1968 tele következik a csík Szent Jehovai időszámítás szerint. Másodperce másképp számítják, hol előbb, hol utóbb. Rettenetes ez az anarchia. Jó magam, most 1582. október 10-ét írok. Ez nem Anno Domini, mert a pápa kivette az ő ellenőrzése alól. Tehát, és mivel, hogy halállal születék, már eleve beleköptek a levesébe. Pro secundo! Eddig legalább tudott egy abszolútumot. A halál. Mely egyvala és oszthatatlan. Azám az egyedüli abszolút kategória. Nem nyúlhattak hozzá minden lében kanál tudósok, kik úgy szeretnek osztályozni, s kik az én útszéli pofon egyszerű influenzámra csak azt a gyógyszert tudják, hogy dózis 3x2 naponta használt után megdöglendő. A páciens. Tetszés szerint választható a vírus, a latin, görög, ciril, ABC-ből végig minden betű legalább ennyi van. De most már van klinikai halál, biológiai halál, az erkölcséről nem is szólva. Ember legyen a talpán, képzett hullajelölt, aki választani tud. Az abszolútum szerte foszlott, uraim, és tőlem mégis azt követelik, hogy állítsam zöld a zöld. És a pipacs szöszöske szára zöld, s olyan, kit végül is megölnek, mert maga sosem ölt. Radnóti Miklós. Vagyis a halál sem biztos, csak az, hogy nem élünk örökké. Pro tertio, belülről is eretnek. Testének titkos temploma, Babics. Ellen föllázadtak, eretnek zsigerei, idegei, véredényei, csontja, nem is szólva halhatatlan lelkéről, amely nem létezik. Ó, uram, nincs pihenésem. Ó, uram, nincs étkem, álmom, italom. Vérem koleszterin szintje nőttön nő, gyomrom túl terhelték elméletek, csontjaimból dekalcinálódik a remény. Éjjel fölriadok arra, hogy ez milyen szép, milyen borzasztó ez is. Keresem a szavakat rá, keresem, gyötrődöm, elaludni nem lehet, mert szóban kimondvatán mégis megfoghatóbb a megfoghatatlan, bár engem ez sem vigasztal, de hát, ha vigasztal másokat. Jaj, ha tudnátok, mennyi szenvedést tudtok okozni akaratlanul is. Hát még akarattal. Jaj, ha tudnátok, mi hal meg bennem oktalan, észrevétlen fájások miatt, és jaj, nem bírom abbahagyni, jaj, abbahagyni nem bírom, jaj, hiszek átmenetileg, hiszek az átmenetben, tudjátok merre, tudjátok hova, ugye, tudjátok, remélem, jaj, röhögni akartam egy jót, és látjátok, ez lett belőle. És azután, utánam minden jó lesz, pompás, remek. Hihetem joggal, mert látni úgysem fogom, hát azt hiszek, amit akarok. Hihetem, hogy belőletek lefordítottam, amit érdemes, és csak úgy érdemes, ha mindent, s ha nem is akkora, mint a valóság, de egész, az én mindenségem, s mint minden egész, lehetőségeiben határtalan. A többi a ti dolgotok, én utánam, aki minden osztályozás, minden bizonytalanság ellenére, aki belétek haltam. S kérdem holtomban is, 8. paragrafus, egyedem, begyedem, tengertánc. 9. paragrafus, hajdusógor, mit kívánsz? Ön szerencsés lélek, mert megszületett. Mert férfi, mert nő, mert szőke, mert szökhajú, mert holló fekete, őrizkedjék a vércukortól, és tartsa be a törvényes sebességet idegeinek elnyűvésében, és élni fog kora legvégsőbb határáig, sőt, az előtt is. 3 lejt kapok. A szomszéd asztalnál ül egy szép kislány.
A szép kislányokat persze nem lehet leírni, nem is szabad és nem is érdemes. A szép kislányok mindig a szomszéd asztalán ülnek, pocsék fiatal emberekkel, és ettől bosszantóan még szebbek. De ez a kislány egyedül ül. És én is egyedül ülök, és semmi több. Borzasztó, hogy én sosem ülök a szomszéd asztalnál. Az mezőket járom, járok csak parázson, az pázsitot megyem, megyek omló vizen, az erdőket lépem, lépek levegőben, az sziklákat járom, járok csak parázson. Az mezőket járom, járok könyv hulláson, én violám innen elüldözött engem, én violám innen elüldözött engem, én violám innen elüldözött engem. Vagy a levegő, amelyet beszívok, a táplálék, amelyet visz a vér, a látásom vagy, tám meg is lepődném, ha ten szemeddel rám tekintenél. Vagy észrevétlen, mint ahogy a kéz, a szív, az agy, a gondolat, akármi, életem része, melyet bármikor keresetlen is meg tudok találni. És mint a bonyolult óramű, ha elvész egy alkatrészes tiktakja kihagy, olyan lennék nélküled, és csak akkor tudnám igazán, ki vagy. Mi lett volna? Mi lett volna? Mit szólna a szó, ha szólna? Mit hallgatna a csönd? Hallga. Mit badarogna a balga? Bölcselkednék a bölcs bölcsen. Mi volna, ha az időt sem kéne félnünk? Mi lett volna, ha a búzától a polyva el nem válik? Hogyha nem kék az ég? Hogyha ritka vendég egy kis öröm? Jaj, mi volna, ha első szél széjjel szórna? Jaj, megérnem! Jaj, megélnem! S jaj, mi, hogyha te meg én, nem. Valamerről, valahonnan, felhők felől vagy föld alól, csillagtalan csillagokról, kénszagú szakadékokból, árad, 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 valami végzetes és vak, riadt, sriasztó rezes banda, gyáva és vadrezes banda, holttá hidegítő hangja, s éjjel-nappal, nappal, éjjel dobhártyámon dobol a nagy dob, tatam-tam, 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 hallom, holtan is hallanám, hallom hideglelős hangját, éjjeleim élesíti, álmaim álmatlanítja, szavaim szúrossá csiszolja, sűrű szélbe szerte szórja, s éjjel-nappal, nappal, nappal, éjjel, dobhártyámon dobol a nagy dob, tatam-tam, 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 fáradt fülemet befognám, idegeim igazgatnám, raknám rendbe, rendbe végre, álmatlan agyam apolnám, szikkadt szemem simogatnám, sétálgatnék szép süketem, vezettetném magam vakon, kezeltetném kerge elmém, öblögetném öblös torkom, nyugtatgatnám néma torkom, de nem bírom, nem bírom, írhatom, míg éjjel, nappal, nappal, éjjel, dobhártyámon dobol a nagy dob, tatam-tam, 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 hangja elől hasztalanul húzódnám, s igaztalanul, mint amilyen minden futás, sükettség mélysebbre gyógyír, hisz seb a sükettség maga, milyen menedék a vakság, halál elől a halálba, az őrület mi orvosszer, kuruzslóknak kígyó mérge, a némaság kit nyugtat meg, hisz a nyugtalan maga. Így hát kiáltván kiáltok, hátha túl kiáltom, hátha hangom kihúzhatja másból is a hideglelést, s kiált, velem együtt kiált,
míg csak konok kiáltásunk végképp át nem veszi végre egy ragyogó nagyzenekar víjogó vonósaival, vastorkú fúvósaival, üdvözítő üsdobokkal, el nem hallgattathatóan. Űzném ki én társam magamból. Bennem tapos, belém tapad. Minden új reggel új karamból, s csak morzsolódik, nem hasad egyszerre mindenem bele. Feszes ritmussal, kötött verssel naponta küzdök ellene. Kísérőmnek se patakját, se sodrát nem akartam látni. Sokáig hitettem magam, hogy nem vagyok rá kíváncsi. S most nem tudom, bennem lakik, vagy talán benne én időzöm? Megkergült ritmust ver a körmöm, s hétfokos tudathasadásban leránthatja sokarcú bőröm, s viheti bármikor az ördög, akad reá ürügy vagy ok. Osztódó tudat és szabad vers, őskortól fogva rokonok. Elkap a forgás, taps és dobszó, nyelős, okádó mély torok, kimenekülve innen sokszor ikerpáromba vonulok. Ő nem szelíd és nem gonosz, ő nem a tűz és nem a hamva, s vele, ki bennem otthonos, vendégül járok önmagamba. Az éles gondolat elég a hálózati zárlaton, de nem tompíthatom le még, s magamból ki nem zárhatom, viszem, ahol ma még nem ég, másodvilágba gugganok, és ellenikrem rendszerébe búvok, meg átfonákulok, mikor a világ ezerébe, én csak kettébe hasadok. Becsalogattak őserdőbe, lesimítottam lábnyomom, csattan a rám mért öltönyőve, rám vetik kényszerzubbonyom, míg rajtam van a bőröm őre, ami bebújt, testem a pőre, fülébe nem jut el szavam, azt mondja, jól érzem magam. Beosontam az őserdőbe, nem árulnak el lábnyomok, liánok közt gyökérről kőre szökve lapulva osonok. Időterében, ősi mélyben, ahová senki nem követ, látom dobszóra tűzfényében vonagló sámán ősömet, s a vergődő, beléje torzult szellem, s a meggyötört szavak sikoltanak fel, s égre fordult torkából fények hangzanak, süvöltő hangok égre küldnek szakadt sötétből csillagot, s a hegytetőkön hosszan bőgnek a fellélegző szarvasok. Félelmes maszkok közt a ringben. Az én maszkom mögé kilát. A kényszerzubbony páncélingem. Nem félem senkinek nyilát. Sarokból az ugrik elém, kit én tápláltam, kinek én magamból adtam létjogát, növeltem öklét és fogát, s az ordításban, dzsungelringben gyilkolom s védem ellenikrem. Alakításra készülök. Még nem tudom, milyen alak, kiért hármas tükör előtt vizsgálom, villanyfény alatt nézem magam, nem sminkelem, fürkészem ezt a hármas arcom. Melyik vagyok? Kérdésemen nem hangosulnak, félrehajtom fejem, de minden moccanatra csak torzuló arcokba nézek. Tükörhullámra hajló, gyatra, képlékeny, gümös, nyúlós lélek, ez is, az is, s most önmagam se láthatom a rengeteg arcbőre fosztott, megnyűvött lélekroncson át, hogy törjem át tükröm ezüst lélekmálasztó foncsorát. Ki tervezte furcsa házat? Hogy épült bennem? Alig értem. A hét énemnek hét bejárat. Egymástól külön, s észrevétlen jár ki be hozzám a hét énem. Mindenkinek egy-egy kapu. Kinek melyik jut, azon járhat. Van, akinek a fő bejárat, és olyan is van, kinek végső rációja a cseléd lépcső. És bármelyiken járhatok, nem kötnek össze járatok más lépcsővel, és senkibe soha belé nem ütközöm. És ezen meg se ütközöm. És észre azt is csak most veszem, a hétből melyik jut nekem. Korlátos ízű és fanyar. Itt nincsen kitérő kanyar, s ha bárki bármit kiagyal, csak felülről, felülről csüng a diadal, s hogy földet érjen fejemen, a földvonzást beszüntetem, s diadalutamon, a végsőn, lebegek fel a csigalépcsőn.